Sziasztok! Ismételten egy különleges csokival érkeztünk. Ez egy limitált szériás Darth csoki. Cherry Blossom Flavor, ez kimondottan Japánban a Sakura ünnep idejére készült csokoládé, ami az ígérete szerint egy ilyen kis rózsaszín, cseresznyefa virágos csokoládé. Hát ezt egyetlen egy helyen láttuk, tehát ez nekünk tényleg szintén egy különlegesség volt, és most nagyon kíváncsi is vagyok rá, hogy milyen íze van. Azt azért tudni, hogy ez egy ilyen nagyobb márka szint, tehát hogy legalábbis nekünk úgy tűnt, mert hogy több csokiuk is volt ezzel a márka névvel, én legalábbis úgy emlékszem, hogy ez volt. Igen, volt nekik, alapízek voltak egyébként főleg, tehát volt a macsás, amit ugye megszoktunk úgy Japánban, hogy szeretik. Volt a sima tejcsokoládé, és talán még eplet rémlik. Hát, így néz ki. Igen, ez nem rózsaszín. Igen, ez nem rózsaszín. Tévedett a csomagban. Egy pillanat, és megszagolom. Szagra egy ilyen, hát behazonos, szagolna te is. Olyan, mintha valami pezsgő lenne. Én azt mondanám, hogy pezsgő illata van. Nem pezsgő. Én most ezt hiszem, még egyszer meg kell szagolom, de lehet, hogy inkább sör. Egyet, addig megkóstolok. Inkább sör illata van. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a sörre hasonlít inkább az illata. Tehát, hogy nem pezsgő, hanem sör. Most, hogy mondod, nagyon érdekes íze van. Ahogy mondod, hogy sör, mondhatnám azt is, de amúgy semmihez nem tudnám hasonlítani. Tehát, hogy annyira különleges íze van, ahogy megmutatom, beleharaptam, tehát, hogy nem... Igen. Nem látom darabokat, ezt szopogatjuk el. Én nekem a sör. Én azt kell mondjam, hogy ez sör. Én ilyen ízt én még az életemben nem éreztem. Tehát ez valami annyira különleges. Hú, most, hogy az utóízét érzem, tudod, mire hasonlít még? A rózsára. Nekem nem. Mégpedig a kint Angliában lettem ilyen rózsaízű kis csokit, annak volt hasonló íze. Hát nekem nem. Ez valami virág is lehetne, de nem tudom, nem a rózsa. Fú, nagyon különleges. Tehát ez tényleg egy olyan íz, amit hogyha kidobnának a piacra, szerintem mindenki kipróbálná, mert egyszerűen annyira mindentől eltérő, annyira szokatlan, és közben nem tudom, neked ízlik-e, nekem amennyire szokatlan, annyira tetszik is. Tehát, hogy én ezt így el tudnám képzelni, hogy akár ezzel az ízzel beborítunk valami csokit. Tehát, hogy nekem annyira nem. Új. Nekem nem jön be az íze, azt kell mondjam. Nekem tehát, kimondottan tetszik. Én a piaci lehetőségét maximumot látom, hogy a Harry Potter hányás ízű cukorkáink között, de ez persze csak az én véleményem, de mondjuk nekem tény, nem... Tény, hogy szokatlan. Nem tudom, még nem kóstoltam olyan dolgot, aminek ez az umami, amit mondanak, íze van. Ez lehet, hogy egyébként pont az, tehát ez a különleges japán világ. Hát igen. Nem ez az első íz, ami érdekes. Megpróbálunk, hogy még beszerezni más Cherry Blossom ízű dolgot, és elrakjuk ezt a csokit, mert tudjuk kóstolni, hogy hasonlítanak-e. Ha kíváncsiak vagytok egyébként más különleges csokikra, esetleg éppen az új rózsaszín csokira, akkor kövessetek minket az oldalunkon, illetve a csatornánkon, és akkor így láthatjátok az új videóinkat is. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!